Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrásén. Pinka vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony egy felmérés alapján az Egyesült Államokban azok, akik kriptót tartanak, azoknak 70%-a csak a múlt évben kezdte. Tehát micsoda fejlődés. Aztán a következő hír arról fog szólni, hogy a Tesla ismételten elfogad kriptót, de nem a bitcoint, hanem a Dogecoin-t, és nem a Tesla autóért, hanem a Tesla shopban lehet vele majd egyébként vásárolni, vagy általában már lehet is. Valamint ugye tudjuk, hogy volt az a probléma, hogy bezuant a Bitcoin hash ha itt volt Kazasztán, ugye, és ott az internet blokk miatt. Az a hely, az a probléma megoldódott, sőt, ismételten újabb csúcsokat ért el a Bitcoin hash tehát a buli nem áll meg. Ezekről lesz a mai videóban, és természetesen hozom majd a kérdéseket és azokra a válaszokat. Azok, akik pedig még nem iratkoztak fel erre a csatornára, de szeretnék minden hétköznap megkapni a legfrissebb kriptovaluta és blokklánc híreket, egy nagyjából 30 perces blogban, ahol kitérek a csárteremzésre, a legfrissebb hírekre, és van egy kérdezfelelek rovat, akkor csatlakozza az a közel 24 ezer emberhez. Szerintem ma vagy holnap ezt, amely látom a számokat, elérjük a 24 ezeret, és most 23.900 valamennyi vagyunk. Tehát tényleg egy hatalmas közösség alakult itt ki, mert ez egy ilyen speciális témában, hisz itt csak a blokklánc, csak a kriptó, erről szól ez a csatorna. Ez szerintem egy, egy, egy nagyon szép szám, és nagyon örülök ennek, és tényleg tök jók vagytok, ahogy a kérdéseket feltészitek, egymásnak segítetek, szóval abszolút szuper. Lájkoljátok a videókat, hogyha ö, tetszik, ugyanis ez nekem a visszajelzés, és ezzel segíted a YouTube algoritmusát, hogy még több emberhez eljusson ez az információ, hiszen akkor jobban fogja akkor ajánlani. Aztán... Ö, igen. Itt van ö, megjelent ö, egy cikk, a fintek világa, tehát a fintech.hu oldalon, méghozzá a könyvemről, ugye kriptolótákról szóló könyvek Magyarországon, és akkor itt ö, is írnak róla, köszönöm nekik ö, nagyon szépen, és ö, egyébként a műsorban, mert a Trend fm, Trend FM van műsoruk, ö, ahol ezek a bizonyos ilyen blocklands percek zajlanak szerdánként, Nos, annak a vendége leszek nem jövő héten, hanem jövő hét után, ahol ott a stablecoinokról fogunk egy kicsit beszélgetni, de majd akkor fogom mondani, hogy hol érítek ezt egészen pontosan el. De a lényeg az, hogy most pedig a könyvről egy cikk. Tehát, hogy arra a könyvről van szó, ugye ez a kriptovalutákról érthetően mindenkinek. És ez nem csak egy könyv, hanem két kiegészítő is van hozzá, egy gyakorlati útmutató, hogyha elolvasod a könyvet, érdekel ez a világ, mégis hogyan vágjál bele, hiszen ez szokott mindig a nagy kérdés lenni, gyakorlati lépése valamint egy kriptó szótár, hiszen ez mindenképpen egy nagyon speciális nyelvezete van a kriptóvilágnak. Nagyon nehéz megérteni azoknak, akik újonnan érkeznek. Az én misszióm pedig az, hogy számotokra az információk, akár friss hírek gyanánt, hogy bármi ilyesmi is könnyen elérhető legyen, és könnyen érthető is legyen. Ezért hoztam létre a könyveket is, ezért csinálom ugye minden nap ezeket a, a videókat és azért készítem természetesen a képzéseket is, tehát akár a bitcoinról, akár a blokkláncról akarsz, hogy tanulni megérts jobban, akár stratégiákat akarsz tanulni, vagy azt, hogy hogyan elemezd a piacod, hogy hogyan lépjen megfelelően, vagy éppen itt az NFT kurzus, amit ebben a hónapban a leckék itt még bővülni fognak, hiszen az NFT piac változik, és szeretném ezt a kurzust frissíteni, hogy még frissebb infok legyenek, de nagyon jó alapok vannak már természetesen most benne. Tehát és még jönnek majd a kurzusok az idei év folyamán is, mindig az aktuális trendeknek megfelelően, hogy ti abszolút képben legyetek. Ezek azok, amit mélységekig belemegyünk egy, egy témába. Nyilván a könyv az egy kicsit felületesebb, és persze ott van a Patreon oldal, ahol a héten is került fel egy tök jó altcoin videó, a mai napon is fölkerül a heti elemzés a blokkláncadatok adatok alapján, és ugye ö, ö, egyéb ilyen elemzéssel megnézzük, hogy tényleg most hogy áll a piac hétről hétre, hiszen itt egy kicsit felületesebben fér csak bele fél órába, nem szeretnék ennél hosszabb videókat csinálni, de szeretném, hogy mindenre jusson idő, tehát azért vannak ezek a plusz felületek, hogy ott még nagyobb mélységig bele tudjunk menni. Nyilván annak, akit érdekel. Aztán többen jereztétek nekem az elmúlt időszakban, hogy de kár, hogy a Ledgernél már nincsen ez a Backup pack, hogy soha nem elérhető, és akkor a jó hír az, hogy lehet ismételten kapni. Ez azt jelenti, hogy megkapod az X-et, és hozzá az s t az S -t pedig hozzá féláron adják. Tehát egy kedvezmény, tehát ilyen szempontból, hogy elromlan az egyik ledger, vagy bármi, rögtön tudod akkor pótolni, vagy meg tudod osztani a kriptoidot, hogy ezen mondjuk az altokat, ezen mondjuk a bitcoin, ethereumot tartom, tehát ki, hogy szeretné, de a lényeg az, hogy vagy éppen egy haveroddal együtt veszed meg, közösen megrendelitek, és akkor így olcsóbban jutok hozzá. Linket betette a videó valami azért nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokszor ott futnak rá, ott rontják el az emberek, hogy rossz oldalról olyan viszontaladótól veszik, vagy használtam meg a ledger ami meg van előre hekkelve, és utána bukod a kriptodat. Tehát nagyon fontos, hogy egyenesen csak kizárólag a ledger vagy én még soha senki mástól nem vettem, csak tőlük, és ez a linket nektek is beraktam ide a videó alá. Na jó, és akkor itt az ideje, hogy megnézzük a piacot az elmúlt egy-két napban a Coin egy kicsit, nem, bocsánat, mi is ez, a Coin Market cap el egy kicsit küzdöttem, hogy a 24 órás nyerteseket, veszteseket meg tudjam nektek jobban mutatni. Ott valami átalakult, most kicsit áttérek a Coin gecko a Market Cap-ről, ugyanaz igazából. Szóval jelenleg a Bitcoin láthatjuk, hogy 42.159 dolláron van, és ez egy nagyjából fél százalékos emelkedés, az egy órában, de 24 órában, igen, a másikon nincs, ezt, Na, majd ezt fogom mondani. Tehát estünk egy 38 24 óra alatt. Az Ethereum pedig 3224 dolláron, itt egy 4,4%-ot estünk. Na de akkor térjünk rá, hogy kik lennének a nyertesek. A nyertesei az elmúlt 24 órának Secret, Dogecoin és Fracture. A vesztesei pedig, de még a dobpergés is belefér, olyan lassan csinálja az internet. Szóval kadéna, utána gálatókan és sushi jelen pillanatban. De akkor nézzük egy kicsit jobban meg a csártot is. Tehát először is ne felejtsük el, hogy az esésnek több oka is lehet. Tehát, hogy először is, hogy kijöttek ismételten jelentések most a, a munka. Ó, miért van ez így lefagyva egy kicsit? de Lassan csinálja. a munkanélküliségi rátával kapcsolatban, és az is egy kicsit ugye megzuhantotta a dolgot. Valamint ugye ez a bizonyos halálkereszt, amiről már beszéltem, megtörtént, amit nagyon sokszor ugye ö, annak tudnak be, hogy akkor na, utána akkor, akkor fú, utána akkor esni fog a piac, de egyébként nem szabad ilyen forró enni a kását, tehát nagyon sokszor azért gondoljunk bele, hogy ez nem szor más, mint amikor a 200 napos mozgóátlagot fölülről kereszteljük az 50 napos mozgóátlag. Ez azt jelenti, hogy már egy esés van a piacon, tehát úgy tud csak a halált kereszt ugye igazából megszületni, egy emelkedés után jön egy esés, és nagyon sokszor nem igazán szokott ez alá menni nyilván, ott a 2017-18-as es ugye csúcs után, amikor 18-ra megtörtént a halálkereszt év elején, akkor természetesen ott egy medvepiac alakult ki, de például, hogyha csak kicsit visszamegyünk, akkor láthatjuk, hogy most valamire, Na jó, azért engedi. Tehát itt is, hogy kialakult ez itt a halálkereszt, óriás pánik, de most mennyi? Itt van június, és innen már mentünk föl július, tehát igazából egy hónapra a halálkereszt után már ismételten szárnyalt a piac, megtörtént itt az aranykereszt, és utána ugye e, még jobban mentünk felfelé. Tehát nem feltétlen olyan tragikus ez, de hát nem látjuk a jövőt. Csak azt mondom, hogy ez nem garancia, hogy ez most megtörtént, akkor kész, akkor, e, akkor, ennyi volt, és gatter. Aztán itt tegnap volt egy, egy, egy jó kis piros gyertya, e, egészen 44 ezer fölé ismerészkedtünk, és azt mondtuk, hogy gyerekek, elindultunk, hát aztán most, most ki tud minket megállítani, hát bárki. <laughs> szóval a lényeg az, hogy ismételten van egy kisebb ilyen ugye menetel most itt a piacon. Ugye itt ez a fontos szint, ez a bizonyos 41-42 közötti szint nagyságrend ugye nem mindig centire kell ezt nézni. Ugye ez még mindenképpen megfoghatja a dolgot. Egyenről még nem mentünk le odáig, de, de simán persze abszolút előfordulhat. És tudjátok, a következő szint, ha azt áttörnénk, akkor ezt a 38 körülit e, mutatja. Tehát igazából nem rossz a helyzet. A probléma ott van, a, ami egy kicsit ilyen bizonytalanságot okozni, ha a Fed részéről is ugye a gazdasági helyzettel, ugye ez a bizonyos tapering és, és társai, tehát hogy akkor a kamatemelés, ez mind-mind abba az irányba vinné a dolgot, hogy kevésbé kockázatosabb eszközökbe is tennék az emberek a pénzüket, vagy a befektetők, mint a kockázatosabb, kockázatos eszköz, és ugye ilyen a bitcoin, de ugyanakkor a bitcoin javára írható természetesen az, hogy az infláció meg egy kardinális probléma, és mindenképpen olyan eszköz kell keresni, ami hosszú távon jó lehet az infláció ellen, erre pedig egyenlőre jól teljesít a bitcoin. Tehát itt vannak érvek, ellenérvek, és még van nyilván egy, egy, egy bizonytalanság, egy a fear index is, még a félelem index is a, a, 21 körül van, tehát azért még az is eléggé lent van. Ez általában jót szokott <laughs> szempontból jelenteni, hogy nyilván amikor lent van és óriás pánik van, utána van emelkedés. De hogy mikor? És hogy meddig megyünk le? Hát nyilván ezt nem tudja senki, hiszen ez a kristálygöm már jó ideje nem működik, sőt, sosem működött. Szóval Jöjjön akkor az első hír, amiről beszélni szeretnék, ez pedig arról szól, hogy az Egyesült Államokban egy kutatás szerint bizony, aki kriptózik, az annak a 70%-a csak a múlt évben kezdte. Azt lehet látni, hogy azért eléggé dinamikusan fejlődik a kriptó világ, úgymond azok, akik, akik a kriptóba próbálkoznak, azt mondják, hogy na jó, egyébként belevágok. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt valaki a kriptóról beszélgettem, akkor olyan sandán nézett rám, most meg sok embernek kezdén cool téma lenni, meg úgy érdeklődik, hogy akkor mi is az tényleg, mesélj már róla, hát régen nem volt ilyen. Szóval lehet látni, hogy egyre, egyre jobban érdeklődnek utána az emberek, és egy felmérés alapján bizony a 70%-a az egyesült államokban a, a kriptóba fektetőknek az igazából 2021-ben kezdte és a 46%-u kevesebb mint 1000 dollárt, tehát nagyjából kevesebb mint mint, mint 310.000 forintot fektetett bele, tehát igen csak próbálkozik. A 25% azok, akik nagyjából ilyen 1000 dollár és 10.000 dollár közül között tettek bele. Nyilván ez egy reprezentatív minta, a cikk szerint 3100 embert kérdeztek meg, december közepe táján, ugye múlt évben annak az eredményei ezek, tehát hogy nyilván nem minden befektetőt, de <coughs> viszont az arányokat jól mutatja, függetlenül, hogy mennyit tettek be hogy bizony ö, nagy százalék az embereknek csak a múlt évben érkezett, mondjuk az Egyesült Államok. Ez azt jelenti, hogy ugye mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hogy hogyha 14-ben, ha 15-ben, ha 16-ban, ha 17-ben, nem tudom, mindegy. Szóval, hogy még régebben fektettem volna bitcoinba, ai, de jó lett volna, vagy kriptóba. <kül> ez már egy kicsit talán késő lesz. <kül> Viszont ez arra világít rá, hogy nem, nem, még mindig van itt bőven hely, úgymond, és összességében nagyon-nagyon az elején vagyunk még. Hiszen gondoljatok bele, hogy a szabályozások, azok igazából most vannak kibontakozó, hát 2017-ig egy ilyen óriási e, tiltás ment, hogy, ú Kriszt, e, mi ez, kriptó, antikrisztus, kész, aztán biztos, beszüntetjük, nem lesz fel semmi. Aztán most már ott tartunk, hogy ugye kibocsájtanak az Egyesült Államokban is, Kripto Future ETF-et, és a jövőben ugye a spot ETF is várható, a bankok kriptoszolgáltatásokon gondolkoznak, JP Morgan is vásárol, Morgan Stanley, tehát ezek a mind a nagyok. Tehát teljesen megfordult itt a dolog, és az arról beszélünk, hogy hogyan kéne ezt mondjuk szabályozni. Na hát ilyen nem volt, nyilván vannak most is olyan országok, lásd Kína, ahol abszolút tilalom van, de hát igazából az nem kicsi ország, de, de, de egy ország vagy egy-kettő van, a többségnél ugye ilyen probléma jelen pillanatban nincsen. Azt is megmutatta ez a felmérés, ugye nagyjából ugye 68% volt, tehát kb. 70, aki az elmúlt egy év folyamán fektettet a kriptóba, aztán kb. 21% az, aki két évvel ezelőtt kezdte, a megkérdezetteknek 12% aki mm, négy éven belül, és igazából csak 9% az, aki már több mint négy éve tett ö, kriptovalutába. Most így lényegtelen, hogy melyikbe. Mm. Ja igen, arról is még kitér a cikk, hogy azért a, a, a pessimisták is, is abszolút helyet kapnak joggal, hiszen 42% a megkérdezetteknek azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez, a, ez az iparág még igazából nincsen jól beszabályozva. Aztán, ja, az igen, jön ja, ez a 34%. Ja, 42 még mindig rizikósnak érzi, amiben teljesen korrekt egyetől érteni, abszolút egy rizikós piac és a 24 az, akinek mondjuk nem volt elég tőké ahhoz, hogy, hogy, hogy úgy még be tudjon fektetni még jobban kriptóba. De igazából, hogy a cikk is írja, még nagyon-nagyon az útnak az elején vagyunk, még nagyon-nagyon kicsi százaléka a világnak fektet kriptóba, sokkal többen tudnak már róla, és eljutott a fülükbe, mint pár évvel ezelőtt. Viszont aki komolyan gondolta és már megtette a tétjeit bármilyen szinten is, így az még nagyon-nagyon-nagyon kevés ember. Pontosan ezért van benne potenciál, hogy ez még tud nőni. Jelen pillanatban, ahogy most látjuk a helyzetet, abszolút van jövője is, hiszen látjuk, hogy a fiat pénzek mivel küzdenek, hogy éppen a CBDC-knek köszönhetően majd milyen kontroll lesz a világ összes pénze felett, tehát igazából úgy gondolom, van létjogosultsága, ezért tettem meg én is a tétjeimet. Ez soha nem azt jelenti, hogy ú, akkor kriptó, akkor ólin, akkor minden. Én ezzel nem értek egyet, de úgyhogy nem szeretnék, ez nem tanácsadás, csak az én véleményem, ez egy olyan esélynek látom, amiből nem szeretnék kimaradni. Tehát mindenképpen valamit tettem bele a részemről. Na jó, jöjjön akkor a következő hír. A következő hír pedig a Tesláról szól. A Tesla ismételten elfogad kriptót, na de melyiket, miről van szó? Ha emlékeztek, a tavalyi év elején a nagy bejelentés Elon Musk részéről az volt, hogy bitcoinnal lehet venni Teslát. Gyertek, 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 bitcoinnal csak szabadon, csak bátran fizessetek. Aztán rájöttek egy kicsit, hogy nem, 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 káros, ez nem túl nagy az ökológiai lábnyoma a bitcoinnak. Ú, de tényleg most, hogy mondod, nem, mintha ezt nem tudták volna akkor ugye előtte, mm, akkor nem, akkor se lehet bitcoinnal fizetni, bár mostanra már azt mondják, hogy több mint az 50 százalék ugye a zöld energia, újrahasznosított energia, amit a bitcoin bányászatán felhasználnak, de Elon Musk még nem tért vissza erre a fizetési módra. Viszont azt mondta, hogy a Tesla shopban, tehát ez a merchandise történt a tesla Bizony, dogecoin na azzal most lehet akkor fizetni, és hát ennek köszönhetően a dogecoin az értéke ismételte egy picit megugrott, tudjuk, hogyha tesz a Elon Musk kedven kutyu, kedvenc, kutyusa ugye a doge, és innentől kezdve, hogyha kicsit megsimogatja, kicsit posztolgat róla egy kicsit, akkor, akkor, akkor mindig megindul valamilyen szinten az ár. A lényeg az, hogy az viszont nagyon fontos kiemelni, hogyha ugye vásárolsz valamit ebben a Tesla shopban, nem tudom, Tesla ruhát, pölö, akkor ha ugye ezt USA dollárban teszed, akkor mindenképpen, ha nem jó, akkor visszaigényelheted. Tehát van ez a visszafizetés refund garancia, viszont ha kriptóban, azaz dóskonyba fizetsz, akkor nem fizetnek semmit vissza, ezt előre fölhívják a figyelmet, és más kriptót nem is fogadnak el, tehát egyelőre csak Dogecoin. Nos, ez történt a Tesla házatáján kicsit, kicsit visszajöttek ebbe a kriptós világba, és hát annyira nem lepődtünk meg azon, hogy Dogecoin lett Elon Musk választotja. A harmadik hír pedig arról szól, hogy tudjátok, kazasztáni hírnek köszönhetően a hash eset még nem is olyan régen, és akkor azt mondtuk, hogy fú, gyerekek, a, mi lesz itt a bitcoin bányászattal. Nyilván mondtam, hogy, hogy ez, ez közel nem olyan, mint amikor Kína betiltotta, hanem itt most csak a lázadások miatt az internetet blokkolják az országban, ami egyébként kihat nyilván a bitcoin bányászatra. Na de, ismételten visszatért, és all time high a hash rátában, tehát újabb csúcsokat dönt. Szóval, hogy mondottam, Kazasztáni helyzet, tizenvalány ot esett a bitcoin ráta, mindenki pánikolt, mi lesz itt most a bányászata, hiszen mégiscsak nagyjából 20% körül van a részesedése a bitcoin bányászatban Kazasztánnak. Aztán minden visszaállott minden rendben volt, és most pedig Jack Dorsey bejelentett ugye a blokknak az élén, hogy egy ilyen bányászati rendszert fognak indítani és ennek is köszönhetően meg egyébként is, hogy most már egész jól néz ki a, a helyzet. Újabb, újabb gigászi rekordok a hasráta területén, és ők igazából Jack Dorsey-k ugye abban hisznek, hogy azt szeretnék, hogy a bányászat még jobban ilyen szétosztott és tehát megosztott, ugye, a hálózat, ugye a bitcoin hálózat, és hatékonyá váljon egészen a vásárlástól, a beállítások, a karbantartáson keresztül, sőt abban is bíznak, hogy ennek a rendszernek köszönhetően ezek úgymond a DIY bányászok, tehát ez a barkás szokták kínni, tehát akkor a csináld magad bányászok, azok között is jobban ezt talán elterjedhet. És jelenleg úgy néz ki, hogy még ugye nincsen újabb nehézségi fok beállítása, minden 2016. blokknál történik meg a Bitcoin blokkláncon, tehát ergo nagyjából két hetente, addig a csillagoség idézőjelben a határ itt a hessen a növekedésében, tehát nyilván az újabb nehézségi fok beállításával természetesen, majd ismételten kicsit ez, ez a lelkesedés, a felfelemelet majd csökkenni fog. Vagy valószínűleg legalábbis, de jelen pillanatban minden rendben van. Ezt a hírt csak azért hoztam, hogy ö, ugye mindenki egy picit megnyugodjon, mert többen írtatok, hogy most akkor mi lesz akkor, és akkor mi lesz itt a bitcoin-nal, most itt van ez a kazasztáni helyzet. Ez úgy néz ki, teljesen helyreállt, sőt, újabb rekordot döntött a bitcoin hersen. Tehát köszönjük szépen, a bányászok működnek és jól vannak. Na jó, jöjjön akkor a kérdezfelelek rovat. És a kérdésed van, mert miért lenne ez egy olyan terület, ahol, hogyha mostanában kezdtél, vagy igazából bármikor is kezdtél, mindig vannak új dolgok, amit az ember szeretne megtudni, ha fejlődni szeretne. És ez bizony egy jó lehetőség, hogy mindig a videók alá, az aktuális alá tudtok írni. Én azokból szedegetem az információkat, és természetesen akkor meg is válaszolok egy párat nektek. Tényleg azért csak egy párat, mert különben egy külön ilyen műsor lehetne csinálni, hogy nem tudom én, hosszú, hosszú, perceken keresztül csak a kérdéseket válaszolom meg, az nem fér bele. Tudjátok, a patreon mindig írhattok nekem, tehát összes Patreon tagnak vonatkozik, bármelyik nap írtok, én azt vállalom, hogy 24 órán belül, mert egyszer minden nap kiürítem azt a postafiókot, megválaszolom az üzeneteliteket, tehát akinek konkrét kérdés van hozzám, azt én látom, én nézem, én válaszolok rá személyesen. Kedves Attila, remek hír, hogy úgy néz ki, hogy idén már ilyen sokan fognak kriptót használni, de például a bitcoin másodpercenkénti öt tranzakciójával, hogy, tud hogy tudja majd felvenni a versenyt, ugye, hogyha ekkor az igény, így hangzik a kérdés. És bizony, hát a bitcoin nem erről szól. Régen igen, régen ez, ez gizdának tűnt, aztán nyilván volt egy fejlesztés, ugye az a bitcoin cash, de hát azért most az sikerült, ahogy sikerült azért nem lett olyan népszerű, a, a bitcoinból elég egy is, ezért ezek a, a replikák, bitcoin SV és társai azért nem száguldoznak, mint azt lehet is látni. Szóval a lényeg az, hogy nem arra használjuk a bitcoin tranzakciókat, hogy akkor most ezzel vegyünk egy egy kávét, tehát ahhoz egy kicsit túl drága lenne, hanem itt vannak az új igen. Uh, yeah blokkláncok, az új layer -ok, vagy éppen layer 2 formájában az Ethereum blokkláncon, és bizony ott már sokkal gyorsabban, hát lást Solana ugye 65 ezer tranzakció másodpercenként az ígéretük szerint, de számos más új blokklánc sokkal-sokkal költséghatékonyabban, sokkal gyorsabban, tehát tudja végrehajtani. Innentől kezdve a bitcoin inkább arról fog szólni, vagy most már kezd arról szólni tényleg, hogy egy értéktartó, mint a digitális arany igazából, vagy pontosabban így hívják, tehát mind az arany, úgy akartam mondani, csak a digitális verziója, tehát inkább egy értéket képvisel, nem fogotta minden napokban ezt össze-vissza küldözgetni, sőt, ugye a tendencia az, hogy Egyre jobban, egyre jobban gyűjtik, gyűjtik a befektetők. Nem nagyon teszik sehova, nem nagyon teszik visszaváltóra, nem akarnak vele semmit jelenleg csinálni. Tartják azért, mert abban hisznek, hogy amikor majd a kínálat nagyon-nagyon lecsökken, vagy éppen szinte elfogyna, akkor óriási kereslet lesz rá, de addig ők már bespájzoltak belőle. Most még felmész bármelyik váltóra könnyen veszel, és ez nem a hét problémája. Tehát nem azt mondom, hogy a idei évben az az, hogy a hogy fogok én évvégén bitcoint venni, hogyha szeretnék, vagy nyilván szatosikat például, tehát a kisebb részét a bitcoinnak, de évek alatt, nem tudom, 5-10 év alatt, azért kiszámoljuk, lehet, hogy, 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 vagy lehet, hogy hamarabb. Nyilván, ezt most nem, nem fogom tudni megmondani, nem látok én a jövőbe, úgy, mint az árakat sem előre. Szóval én úgy gondolom, hogy így fog lépést tartani, aztán ki tudja, lehet, hogy ott is lesznek akkor fejlesztések, csak azért a Bitcoin blokkláncon végigvinni egy, egy megúj, az, megújítást, azt, azt, láttuk, hogy milyen nehéz. Tehát ez, a, ez védi is egyébként, hogy nem lehet így pipak mindent megváltoztatni, viszont hogyha ha szeretnének előrelépni, akkor az is egy lassított folyamat. Na, Szia Az USA-ban élünk, és szerettem volna regisztrálni a Binance-re Binance a megadott oldalon keresztül, tehát ugye a linkem, ami itt van a videó alatt, majd a Google-ön is, és az összes országot felajánlja tartózkodási helyként, kivétel Amerikát. Hogyan tudnék regisztrálni? A Binance esetében van egy Binance US, és pontosan ezért a Binance-re nem engedi, de a Binance US, tehát US ott tudsz regisztrálni, hogyha az Egyesült Államokban vagy. Aztán 14 éves kisfiam is érdeklődik az NFT és a koinok iránt. Mit ajánlanál neki kezdésnek? Köszönöm szépen. Hát például azért csináltam az NFT képzést, amit egyébként most mondom ebben a hónapban még újabb és újabb fejezetekkel fogok kiegészteni, mert mert én is most jobban az új trendekbe is belásom magam, és szeretném, hogy ez egy napra kész kurzus legyen, ne csak azért, mert kiadtam 2021 májusában, de a lényeg az, hogy például az lehet, de egyébként meg ott van a számos cikk, YouTube csatorna, minden, tehát keresetek rá az NFT-kre, és nagyon-nagyon sok információt találtok, de csak hogy akit érdekel, és szépen összeszedett magyarul, egy összezet csokorban szeretné ezt az egészet megkapni, akkor annak nyilván elkészítettem. Szia Attila, Attila, ha beüt a krach, érdemes inkább bitcoinban lenni, vagy a többi instrumentumban is, az is meg fog a helyét, illetve megoldása mindent eladni és visszavenni, ha egyáltalán lesz rá lehetőség. Tartalma kért, hálás vagyok, minden jót. Hát a beüt a krach, az általában nem úgy szokott megtörténni, hogy akkor szólunk mindenkinek, hogy holnap bejut a crack, mindenki szépen készüljön fel, hanem ez úgy szokott lenni, hogy duh, akkor bezuhan nagyon durván a, a bitcoinnak az ára, és ezáltal, hiszen ez kiadta a többi kriptovalutára, a többinek is. Szerintem én legalábbis mindig az a taktikám, hogy én nem szoktam már ilyenkor annyira kapkodni. Nyilván egy óriási trend fordulónál akkor még elgondolkozol, hogy még valamit akkor lehet, hogy még kivegyél. De igazából a megoldás az én szememben mindig az, hogy felfelé menet pakolgatunk ki, úgy mentjük meg a dolgokat, és amikor lent vagyunk, és bejutottak a krak, és leesett, amikor lent vagyunk, akkor onnan kezdünk ismételten vásárolgatni, várván azt, hogy majd ismételten felmegy. Nyilván van több, főleg nagyobb kriptó, a kisebb kockázatúak, tehát akár ezek a layer vanok, -ok, amik most nagyon-nagyon jól működnek, és, és, és sokat fejlesztenek körülöttük, de a lényeg az, hogy ezek is természetesen most jelen pillanatban minuszban vannak a mindenkori csúcsukhoz képest, de ezek, ezek, ezek nagyobb valószínűsége élik túl, mint mondjuk a nagyon kicsik. Gondoljatok mindig úgy arra, mint egy, egy cégre, hogy a nagy cégek könnyenben túlélik a válságot, a kis cégek hát találnak munkát, nem találnak munkát, ki tudják fizetni a költségeiket. Ez pont ugyanilyen. Itt is a csapat megmarad. A következő trendben egyáltalán van-e igény arra, amit ők az előző trendben létrehoztak. Tehát mindenképpen e, úgy kell fölépítened a portfóliódat, hogy a kockázatot tud kezelni, és legyen terved emelkedésre, legyen terved esésre is, mindig legyen, nem találsd a én úgy csinálom, hogy mindig legyen valami cash, akár stablecoin formájában, hogyha vannak jó lehetőségek, akkor tudjál venni. Ha nem tudsz kívülről betenni pénzt, akkor ez csak úgy lesz neked, ha felfelé nem felejtettél el kivenni. Mert akkor azt mindig ott csoportosítod, és megvárod szépen a következő esést. Vársz -e egy hónapot, vársz -e három hónapot, nem tudom, amennyit kell, de előbb-utóbb jön. És amikor jön, akkor tudsz, úgy gondolom, így lehet nagyon, így, talán így lehet a legegyszerűbben portfóliót növelni, hogy mindig újabbat és újabbat tudsz akkor vásárolni. És hát a bejutakra akkor is most miről beszélünk, tehát most egy x ideig óráig a bitcoin ára például lent lesz, de viszont ha a tendencia folytatódik, nyilván ez egy feltételes mód, ha folytatódik, de ugye minden jel eddig arra mutat, akkor ugyanúgy, mint minden mélypont után jött ismételten egy újabb csúcs valamikor. Ami azt jelenti, hogy bármikor is vettél az alatt, már pluszban vagy de ez mindig türelem és időkérdése. Tehát igazából csomóan, pánikba voltak tavasszal is, hogy te jó ég, akkor, akkor, akkor most vettem 60 valamennyin, és akkor, vagy 50 valamennyin vettem, és, és akkor, akkor most ez <hül> mi lesz itt? Fél évet kellett várni. Tehát akinek fél évben nincs türelme, kivárni azt, hogy ismételten visszajöjjön a pénze, és hogyha akkor azt mondja, hogy jó, akkor nem, akkor kiveszi, legyen, mert ugye fölment utána 68-ra. Ugyanígy megint megtörténhet, hogy idővel, időpont nyilván kőzöm nincs, hogy mikor, de idővel megint felmehet, de azért itt nem ilyen tíz éves periódusokról beszélünk, vagy nem tudom miről. Tehát nyilván egy sokkal rövidebb időről van szó, nagyon ugye erre sokkal nagyobb a valószínűség látva, hogy hogyan mozog a bitcoin, mennyire volatilis. Ahogy megy lefele volatilisen, ugye föl is, tehát hogy, mert hát úgy értem, hogy kilengése, ugye. Szóval, de hát gondoljatok akinek 2000, 18 elején, 17-ben ugye bezuhant a portfóliója, egy pár évet várt, és utána már háromszorozott. Tehát tök mindegy, veszel egy állampapírt, nem fog érteni, veszel egy ingatlant, három éven belül háromszorozni fog az ára. Nagyon kicsi az esély. Tehát csak az emberek valahogy mindig a kriptóban úgy gondolkoznak, hogy mindent kivárnak. Tehát, hogy jó, hogy a bankban 0,00001 kamat van, na, az teljesen normális. Az normális, hogy a főnököm a fizetésemet jó esetben mondjuk évente egyszer talán megemeli, és akkor mit tudom, hogy 10 százaléka, csak mondtam valamit, lehet, hogy valakinek ennyi sincs, valakinek egy picit több, de nagyon-nagyon nehezen, az biztos, vagy az, hogy az ingatlan, amit megvettem, az, az nem tudom hány év alatt fog mondjuk fölmenni az értéke, vagy megduplázódni. De amikor kriptóznak az emberek, akkor ha ott két hét alatt nem vagyok külgazdag, akkor mi ez a vacak? Tehát nem értem. hogyha aranyat veszel, akkor is fölment, megdupláztad az aranynak az értékét egy-két év alatt? Nem. Tehát lehet látni, hogy ha normálisan gondolkozik az ember, és nincsenek irreális elvárásai, csak azért, mert hallottál egy pár lottónyertest, attól még nem biztos, hogy, hogy mindenki az lesz, sőt, Ugyanígy van kriptóban is. Hallottál egy pár siker sztorit, amit nyilván azokról attól hangos mindig a média. Az azt jelenti, hogy mindenkinek az lesz. De hogy lesz. A lényeg az, hogy ez egy véleményem szerint, ami nem tanácsadás, hogy ez egy olyan eszköz, eszközosztály, ami jelen pillanatban a többihez képest az én olvasatomban jobban működik. De nem egy varázsgömb, nem egy, 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 egy nem tudom én valamilyen csoda, ami, ami, ami egyszerűen csukott szemmel bármit veszek, és két hét. És hogyha fél évet kell várnom, hogy visszajön az ára, akkor mi ez a vacak? Azok az emberek nem hisznek benne, de ők ne tegyenek könyörgön Tehát ki az, aki, hogyha nem hiszel egy kapcsolatban, nem élsz abban a kapcsolatban, hogyha nem hiszel egy eszközosztályban, nem teszek a eszközosztályban, mert utána stresszerek csak ezen. Tanulni, képezni magad, innen indul az egész az élet minden területén. Nem állsz neki villanyszerelősködni azzal, hogy ó, oh, én és soha nem csináltam, de na nézzük akkor, melyik drótot vágjam el. Nem. Először megtanul a szakmát különben, mert itt az áram. Nem értek a villanyszerelés, ezt tegyük hozzá. De a lényeg az, hogy ez is ő nem különb, semmi mástól. Ki kell tanulni hosszú órákat, heteket, éveket. Nyilván nem kell sok évet rászállni az, hogy csak utána kezdjél bele, de könyörgöm legalább az alapokat a kereskedésnek, minden tanul meg is utána kicsiben kezdeni. Nem akkor ú, akkor az összes megtakarított pénzemet, mint akkor holnapra megduplázom, azt se si tudod, hogy hogy működik a piac. Most itt azokról beszélek, aki, aki kezdő. És aki itt van régóta, na, ő se tudja, hogy mi lesz holnap, ez a jó hír. Szóval nem is arról szól az egész, hanem azt, hogy a kockázatot, hogyan menedzser lett, hogyan kezeled, és, és, hogyha megvan, hogy tényleg mik azok az időszakok, amikor venni érdemes, mi az, amikor már figyelj az eladásra, megfelelően osztod fel a portfóliódat, de nem mindegy, hogy csak nem valami, azért hallottam a Twitteren egy, egy kriptót és veszek. Hát nézz utána, tehát, hogy az olyan, mint hogyha ha, ha, valahogy választanál valamit, hogy nem tudom, lakást, ahol évekig fogsz élni, és akkor valaki mondja, hogy jó, költöz oda, szerintem jó lesz, jó, oda költözök. Hát előtte kimegyek, megnézem legalább, hogy hogy néz ki, tetszik egyáltalán a környék, jól fogom itt érezni magam. Tehát ez is olyan. Nézz utána a csapatnak, a projektnek, hogy mit csinál, és utána, ha még utána is úgy gondolod, hogy jó, jó lesz, hát akkor tegyünk bele. De ha a kriptó területe érdekel de legtöbbször nem így, nem így szokott lenni a, kezdőknél, és ebből szokott az lenni, hogy akkor ez egy rossz dolog, mert, mert hát buktam. De miért buktam? Mindenki azért bukik, mert rossz döntéseket hozott. És a bukás akkor van, például a bitcoin esetében, aki mondjuk 20 ezeren megvette 2017 végén, és utána 10 ezeren eladta. Aki tartotta, tehát a veszteséget nem realizálta, az utána 2020-ban és utána 21-ben abszolút pluszban volt, pluszban van. Akkor vesztesz, amikor veszteséget realizálsz. Nem azt mondom, hogy ha vettél valami gagyi kicsi coint, ami nem túl esélyes, és megy lefelé, és hát meneküljünk, mert ebből semmi nem lesz, nyilván az egy másik kérdés. De hogyha egy olyan eszközt vásároltál, ami, ami azt mondod, hogy, hogy például, ez csak egy példa, hogy még a bitcoin, hogy úgyis visszajön az értéke, és még magasabban lesz, akkor ha olcsóbban eladod, akkor igazából realizálta a veszteséget. Itt szokott az lenni, hogy na jó, akkor az emberek majd előbb-utóbb visszavásárolják. Mikor? Amikor újabb csúcsokra megy, mert akkor visszajön a bizalom, hogy jó, na, csak megy ez, oké, kezdjük újra. Akkor már megint nem kellett volna venni. Akkor már megint meg kellett volna várni. Tehát rossz időben vásárolnak adnak el az emberek, és ez okozza általában a veszteséget. Ez nem olyan bonyolult, de az biztos, hogy gyakorlatban nehéz megvalósítani a dolgokat, az elmélet egyszerű, és ehhez kell az idő, hogy egy kicsit megszokd ennek az egész piacnak a ritmusát. Akkor is a kereskedésből jössz, a tőzsdéből jössz, akkor is ez egy olyan dolog, hogy lehet, hogy tudod, hogy hogy működnek a dolgok, de ez egy sokkal volatilisebb piac, sokkal ö, több minden itt történik, még sokkal ö, jobban gyerekcipőben van, tehát föl kell venned a ritmusát, meg kell szoknod, és utána utána majd sokkal jobban tudsz uh, itt. Na jó, köszönöm szépen. Uh, azt hiszem, hogy ezt, ezt igen megválaszoltam. Már akkor a figyelmet. Ne felejtsétek, a Patreon videót teszem föl a heti jellemzés, nézegessük kicsit meg, hogy a blokkláncotok alapján mi a helyzet. Ha nem iratkoztál föl, akkor szerintem tedd meg, hogy érdekel a blokklánc kriptovaluták területe, mert itt minden hétköznap kapsz egy nagy-nagy információ csokrot a legfrissebbekből. Ugye, blockchain, scriptó területén, és persze mindenkinek szép hétvégét, hétfőn találkozunk. Sziasztok.